Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, így nagyjából valahol a pusztából. Ez megint egy ilyen antennás vlog lesz. Ezek az antennák már ismerősek lehetnek, aki a korábbi videóimat is látta. Úgyhogy nem is mondom meg, hogy hol vannak, de aki már korábban látta az innen lévő videómat, az úgy is tudja. Ezeket az antenna tornyokat akkor közelebbről néztem meg. Viszont most nem ezért jöttem ide ki, hanem van itt valahol a környéken egy másik, egy úgynevezett vólantenna, ugye VHF jeladó, amelyik a repülőgépeknek a sugároz irányjeleket. Az pedig ott lesz arrafele, innen már látom. Hát amennyivel lehet, akkor azt megnézem közelebbről. És akkor ezt nézzétek, ott megy egy repülő. Itt pont a repülőknek jelez ez az antenna, amit mindjárt meg fogok mutatni. Akkor most nézzük meg inkább azt a repülőt. EasyJet. Most fog leszállni. Már kiengedte a futóművet is, ha jól látom. Nézzétek, meg itt van az antenna. Semmi. Egyébként ilyen van Békés határában is, Békés mezőben én között is van egy ugyanilyen antenna. De majd itt megnézem közelebbről, végig is a kerítésig el lehet menni. És ott vannak a háttérben az adótornyok. De nem volt ez tényleg messze, ahogy pont azt hiszem ahhoz a videóhoz írta valaki kommentbe, hogy ha már ott voltam, akkor ezt miért nem néztem meg. Hát és egyébként tényleg itt van nem messze. Legalábbis így légvonalban egyébként, ugye itt földút, és akkor így a másik azért úton kell bejönni teljesen másik irányból, de lehet, hogy itt valami vadcsapáson keresztül lehet itt vászni. És az előbb még ott láttam bent egy, és egy dupla kerítés van, és a külső kerítésnél ott előbb még a nyulat is láttam szaladgálni. Aha, honkal a kontroll. Bizony, hát ez a repülőgépeknek jelez. Azok a kis fehér vízből szóval az a sugároz fölfele. Ott is van egy, valószínűleg szóval az is egy antenna az a nagy út. Nem semmi, egy építmény, na majd körbejárjuk a másik oldalát. Valószínűleg itt a Ferihegy fele. De a fordulásnál ez lehet az irányadó. Nem semmi minden esetre. És itt a másik oldal lesz. Nézzétek, ott van. Ott itt nem, valószínűleg onnan kapja az áramot, ez egy trafó. És itt a másik oldal. Hát, igazából minden oldalról ugyanúgy néz ki. Na, lehet járjuk körbe, ha már itt vagyok. Egy építmény az már biztos. És hát itt van felettünk a régi folyosó, hát nyilván nem véletlenül tették ide. Na hát mindegy, ez egy gyors kis antenna bemutató vlog. Hát minden, most azért volt annyi idő, hogy akkor most kijöttem ide. Délután, hát meg gyakorlatilag innen már körülbelül egy max 3 km, aztán visszaérek a vasútállomásra, tehát ez abszolút nincs is messze. Nem mondom meg, hogy hol van. Nem tudom, csak kíváncsi vagyok, hogy a felvételen is hallatszik-e ez az zúgás, amit most itt én hallok. Na, szóval ennyi, hát akkor nem most már irány vissza. Hát, néhány kilométer, aztán már a vasútállomást is elérem. Úgyhogy ez ennyi lett volna, majd lehet, hogy még később jelentkezem. Ezt a videót is megnéztétek. Sziasztok!